Na szavaztok! Na, viszontlátás, megyünk enni. Ne, ez maradjon már benne. Ez a tolkon volt egyébként. Na. De olyan hangot fogsz én kiadni? Mosoljatok! Hozzuk egy horrorakit. Sziasztok, Csárli vagyok ez itt. Ez itt pedig a párásító podcast helyett. Az elcigiteztek. Az elején biztos bevágom majd, hogy mi volt a röhögés tárgya. Teszteljünk tovább likvidet, már annyi likvid volt előttünk, hogy a fülünkön jön ki, de nem adjuk föl, kemények vagyunk, mint Tarzan sarka, és ismét egy Fincsinek ígérkező likvid van a kazánunkban, ez a Blosszik-től a Nektarin. Az outfitjére már nem mondok semmit, ugyanolyan, mint ez, fogalmaz így akkor, mint az előzőnek. Nekem nem gyere be, de a flakon jó. A méretével nem vagyok megbarátkozó. Mi az, hogy 18 mm, nem 20, vagy miért nem 10. Egyébként biztos változtatni kell majd, ha jön a TPD, hiszen a TPD konform csak a 10-es lesz. Mindent bedarál a rendszer. Igen, még minket is megpróbál majd, de mi kemények leszünk. Mint a kád széle. Mint a g***repedő. Ezt majd vághatom ki. Csak nem, szintem. Tudod mit? Nem vágom ki. Mindenki tudja, hogy ekkora... Igen, igen. És majd az lesz, hogy, ő a tróger és nem mi. Igen. Oké, na. A mostani likvid az a nektarinja a Blosszik-nek, és illatra valami rohadt jó. Én nagyon szeretem a... A nektarin az a kopasz barack, igaz-e? Igen. Hú, imádom a kopasz barackot. Meg kellett kérdezned komolyan. Komolyan, én mindig keverem ezeket a szőrös barack, kopasz barack, mindegy. Ez a kopasz barack, én mindenből a kopaszt szeretem. Nem, belőled nem. Ezért vágtam. Belőled nem. Na, szívjatok. Három, gáz. Kettő. Egy. Anyám, hozd a vizes lepedőt. Ez rohadt jó. Ezután nem számít, mit fogunk szívni, nekem ez lesz a napnak a csúcspontja, az biztos. Vigyázz, nehogy abba a hibába essél, mint egyes reviewerek, hogy mindig az, amit tesztelnek, az a legjobb, az a best ever kazán, az a best ever íz. Nem fogok abba esni, mert ha emlékszel, a Mystic-ra azt mondtam, hogy eddig ez a legjobb. Erre azért mondom azt, mert ezt én már kóstoltam korábban, mi több szívtam is hosszú távon, és ez tényleg egy olyan harsány íz és egy olyan harsány illat. A harsányt azt a szó jó értelmében. Természetesen azt mondom, hogy így, mint amikor a rajzfilmekben animálják, hogy belemászik az illat, mint amikor a hupikék törpikékben volt, hogy a friss pittét kitették, és okoska orrába belemászott az illat, tudod, ilyen izével, ilyen kézmozdulatokkal. Funky kígyó! Igen, igen, na, szóval... Ez tényleg szerintem, aki szereti a gyümölcsöt, az biztos, hogy nagyon szeretni fogja, aki pedig nem szereti a gyümölcsöt, az pedig majd ezzel megszereti. Ezt kéne megkóstolni, igen. És egyébként ezért jó, itt van a lábamnál az összes kóstoló pak, és hogy lássátok, hogy nekünk milyen rossz dolgunk van, ezt mind végig kell tesztelnünk, úgyhogy mese nincs, és... van összehasonlítási alap, és megint csak az derül ki, hogy ezek az egyszerű ízek milyen jók. Ilyen volt a Witchcraftnak a mangója, vagy az előző, amit teszteltünk, mi volt, az a jázmin, akkor itt van a nektarin, nincsen túl bonyolítva, és mégis rohadt jó. Nagyon finom. Hadd kóstoljon már meg TC-ben milyen. Akkor rakjál rá már. Jó. Mint a tetej.
Megint elöntözhetem a Kennedy-det? Nem kéne. Drop it. Na, mutasd, mit tudsz te. De van még? Aha. Bár nálad fene se tudja. Az ember. Ennyiben jobb, nem? Na, réges volt. Rohadt életben! És a nullástól köhög, basszeg a nullástól! Te egy szívinfarktus kapok ettől a kazántól. Hát mi ez a bazári hang? Mi van? Nem tudom, ez megköltözött. Ha így jól lezárom nekem, akkor... Hát nem érzem ebben olyan jól az ízét. De jön abba is, de tényleg. Jön, de... Ebben sokkal jön. Az enyémben much better. Úgy adod, a kazánt kelljen megfognom, ami elég forró. Én azt mondom, nekem ez baromira bejön. Néha meg kell törölgetnem az orromat a Liquidtől, olyan leszek, mint Blacky, tudod, mindig szipog a videóban, meg törölgeti az orrát, mert az orrán fújja ki a gőzpárát. Én erre ízre adnék egy 96-ot. Málna tekintetében azért ugye összehasonlításképpen, csak hogy tudjátok, hogy mi merre hány méter. A gőzre pedig nincsen semmi gond a gőzével szerintem. A gőzére is adok egy 90-est, mert abszolút jó, és tényleg az a nagyon finom, érett nektarint adja vissza nekem. Én ízre adok 99-et, mindenféle elfogultság nélkül. Azt merem kijelenteni, hogy ezt az ízt egyszer mindenkinek ki kell próbálni, és szerintem ezzel egyet is értettek itt mellettem. Igen, igen. És gőzre pedig maradok az előző értékelésnél. Az mennyi volt? Már nem emlékszem. Az tök jó, mert én sem fogom tudni visszanézni. 90 volt? Vagy 80? Nem volt az. Szerintem valahol úgy 70-80 körül volt, igen. Jó, adjál neki akkor 81-et. Adok neki akkor 81-et Charlie kedvéért. Köszönöm szépen. És te? Gőzre adok egy 90-et simán. Ízre még annyit hozzáteszek, hogy aki próbált már mindenféle TPA, BF, különböző aromagyártóktól kiadott peach-et, azaz barackot keverni, az mindig ezt akart előállítani szerintem. De sose sikerült, tényleg utóbb TPA peach-el próbálkoztam, már nem tudom hány százalékba, de semmi nem volt. És ez az a barack. Ez az a barack, amiben beleharapsz, és folyik le a szádon az a zamatos. Ő szokta hangokat kiadni, pedig nem te. Annyira nagyon jól visszaadja azt a barackot, amit tényleg az zöldségesnél megvesz az ember. És még az írek is szeretik. Igen. Mi van, mit nézel? Semmit. Egér mozi? Aha. Úgyhogy én ízre adok simán egy 95-öt is adok erre, mert ez... Megint csak tényleg, hogy Charlie mondta, hogy az egyszerű ízek, semmi fantázia név, semmi plusz tejes, semmi milki, anyám kínja, ráírja, mi van benne, az van benne, és tényleg nagyon jó. És visszatérve egyébként az egyszerű címkére, nekem most jutott eszembe, hogy ez miért is lehet pozitívum, mert ez a liquid nem akar többnek látszani, mint ami. Igen. Eladja az íz magát. Igen. Pontosan. Igen, és amit tényleg a külföldi legvideknél megnéztünk, hogy nagyon szép, nagyon csicsa. Ott mondjuk a Milkman, aminek a doboza is tényleg eszméletlen. Jó, megveszed, megszívod, és... Mert tudod, miért veszed meg? Mert megveszed, mert jól néz ki a doboza. Mert jól néz ki. Igen. Tehát egyszer megveszed, aztán másodszor nem biztos. Van egy dobozod, meg egy üveged, azt rakd volna mást. Ezt ha árulnák kannába, én akkor azt venném. Lehet, hogy majd a videó elejére kell ilyen explicit tartalom jelzőt, de ez meg annyira kurva jó az íze,
hogy... Hogy bármibe le lehetne rakni. Tudod mit, Fifikának majd megmondom, hogy nekem rakja bármibe, ami nagyobb, mint egy deci, igen, és küldje. Mert azt mi szétosztjuk. Uh-huh. Lehet minket kórunk válni. Teljeszacskó vagy kólás üveg. Teljes zacskó, nekem még megvan, azt tudod, mikor a teljes zacskóban volt, a te is volt hozzá. Az a kis állító, hogy lehet, és olyan, hogy döntenéd a liquidet zseniel. Nekem Demijonba küldje, ha lehet választani. Demijonba. Szabolcsi? Nem tudom, nálam mindig így mondták. Nem, csak hogy a szabolcsi gyereknek Demijonba, nekünk meg csak így a decis flakonba. Ó, de menő volt, figyelem. És még egyszer meg tudtam csinálni. Jó, ennyi volt a blogcikk.com-nak a nektarinja, ami bazira finom. Hogyha lemaradtatok volna, csináltunk már más ízükről videót, hogy ne maradjatok le, kattintsatok a Boris hasára. Hogyha arra a videóra vagytok kíváncsi, akkor Matyi hasára kattintsatok. Itt az én kezemben a likvid, ide nem kell kattintani, csak mutatom még egyszer. A blogcikknek a nektarinja volt most a soron, és rohadtul elégedettek voltunk vele. Próbáljátok ki ti is, mert nem fogjátok megbánni. Aki a gyümölcsös ízeket szereti, az rossz ember nem lehet, és ezt próbálja ki mindenképpen. Sziasztok! Sziasztok! Én megyek mindjárt, és odalocsolom a tűzhelyet.